Nagy vitát kavart a csatornahálózat nélküli területeken, hogy a fővárosi közgyűlés vízdíj alapú szennyvízszállítást akart bevezetni. A lakosok egy része azon az állásponton volt, hogy amíg nincs náluk bekötve a csatorna, addig nem akarnak így fizetni. Három polgármester, a 22., 21. és a 18. kerületi dolgozta ki a konszenzust. Ennek értelmében, akik továbbra is a régi rendszerben akarnak fizetni, azoknak személyesen kell erről nyilatkozniuk március közepétől április közepéig az FTSV irodáiban. Náluk a szennyvízszállítás nem vízdíj alapon történik majd. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy évközben nincs idő már, és lehetőség arra, hogy módosítsanak. Tehát aki most úgy dönt, hogy ő nem a vízdíj alapú számlázást kéri, hanem az elszállítás alapút, az már évközben nem változtathat, és nem térhet vissza a vízdíj alapú számlázásra. A fővárosi közgyűlés a módosítást egy évre, 2013. március 1-jéig vezeti be. Akkor újra döntenek arról, hogy fenntartják-e a rendszert, és ha igen, milyen körülmények között. A díjak továbbra is változatlanok. Vízdíj alapú számlázásnál 400 forint per köbmétert fizetnek a lakosok. A díjtalan elszállítást az FTSV végzi. A másik lehetőség szerint körülbelül 1800 forint per köbméter az elszállítás díja.